Nagy segítség a középiskolások munkája a laborkaféban is. Az 50 órás közösségi szolgálatot akár itt is teljesíthetik a diákok. Közös megbeszélés alapján több feladatot is vállalhatnak. Segítünk a betérő vendégeknek tájékozódni, meg a rendezvényeket megszervezni, illetve segíteni ott pakolászni. Tavaly 25-en teljesítettek közösségi szolgálatot itt. Van, aki azonban a kötelező óraszámon túl önkéntesként is itt marad a kávézóban. 50 óra már megvan, csak annyira tetszik ez a hely, hogy sokat járunk ide. Az egyik nyíregyházi alapítványhoz tartozó kávézó nem csak helyet biztosít a közösségi szolgálatos diákok számára, mentorálja is az egész folyamat megvalósítását. Ez az 50 óra nem olyan hosszú intervallum, hogy minden mélységében megismerje egymást a szervezet és a diák, de az lenne a cél, hogy az 50 óra után is ott maradjon egy-egy szervezetnél egy diák, és ezt mi úgy gondoljuk, az alapítvány tapasztalata az, hogy ezt minden szereplőnek meg kell tanulnia, hogy ezt hogyan lehet hasznosan tölteni, hogyan lehet ezt a rövid időt is olyan hatékonyan és tartalmasan felhasználni, hogy mindenki elégedett legyen. Erre dolgoztunk ki különböző tananyagmodulokat, amiket egyrészt online, másrészt pedig itt a Tabula Plaza Alapítvány közösségi terében lehet kérni és igénybe venni. A modul nem csak a diákoknak, hanem a fogadó szervezeteknek, cégeknek és a küldőiskoláknak is segítséget adhat. Országos átlagot tekintve a legtöbb oktatási intézmény az érettségi előtti évre koncentrál, és főleg a 11. évfolyamban szervezi meg a közösségi szolgálatot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 7067 diák tanul ebben az évfolyamban. Az önkéntesség akár a továbbtanulást is befolyásolhatja. A pályorientációt is ez mindenképpen segíti, hogy belelátnak olyan környezetbe, ahol korábban nem, és így ez esetleg segíti abban is őket, hogy aztán később merre tanuljanak tovább. Akár pozitíve, akár negatíve, ha valaki orvos szeretne lenni, akkor fontos, hogy megélje azt a élethelyzetet, amikor emberek veszik őt körül, és lehet, hogy kiderül, hogy a vérlátán rosszul lesz, ami különben nem derült volna ki, de az is lehet, hogy pont motivációt nyer, mert a gyerekekkel van együtt egy gyerekosztályon, és rájön arra, hogy hát ő tényleg ezzel akar foglalkozni. Tehát minden értelemben ez ilyen módon is segítség, azon kívül, hogy a saját személyiségi fejlődésüket is ez segíti. A közösségi szolgálat vezetője hozzátette, a mai sikerorientált társadalomban fontos, hogy a diákok szociális érzékenysége is kialakuljon, és önkéntes alapon is segítsenek a mellettük élőknek. Ennek megalapozásában segít a közösségi szolgálat.